Hát szép jó reggelt mindenkinek. Nagyon úgy néz ki, hogy a miénk az tényleg szép. Össze vagyunk pakolva. Itt van a kihűlt helye a sátornak végül is. Már minden a bringán van. Hát szokásomhoz híven értékelném ezt a kempinget is. Szerintem eddig a legjobb mindenben. Ellátásban, a vizes blokk, a terület megfelelő volt nagyon. A személyzetnek a hozzáállása, azt hiszem, hogy tehát rendkívül kedvesek, segítőkészek voltak. Tehát semmi olyan negatívot nem tudok mondani, ami esetleg ellene lenne ennek a kempingnek. Még egy másik fő szempont, hogy gyakorlatilag 11 euróért tölthettük itt az éjszakát, úgyhogy szerintem ez egy jó hely. Egyébként rengetegen vannak, többszintű a kemping elhelyezkedése, mivel hogy ilyen domboldalon van, utak visznek föl, hát van itt vagy 3 vagy 4 szint, de egyébként meg tökéletesen kialakított, jó kemping. Úgyhogy indulunk. Ha gondoljátok, akkor tartsatok velünk. A mai nap is hát rendkívüli helyekre viszel, tehát ezt tegnap végig is felsoroltam. Tehát innét ebből a kis faluból, ebből a völgyből ágazik el ezen a kis utcán a kemping. Korytnica, még egyszer mondom. Ha valaki erre jár, akkor annak tudom ajánlani. Egy picike alpesi feeling. Fantasztikus szép az a legelő ott kint. És hát visszatekintve. Előbukkant a nagy testvér is. Már gyönyörűek ezek a hegyek. Fantasztikus. Tehát szemmel egyszerűen, tehát szabad szemmel nézve, ugye teljesen más, mint kamerából, tehát ezek a hegyek. A kamera nem igazán adja vissza azt, ahogyan az ember itt látja. De mondjuk a nagyobbakot talán. Szóval annak az irányába megyünk, és hát valahol majd át kell mennünk azon a hegycsoporton, mégpedig nem is sokára. Na már előbukkantak, csak mire elővette a kamerát, már ez az elő dombocska betakart. De majd azt hiszem, hogy lesz még itt rálátás. Na, hát innét már igen. Hú, egyre ütősebb kezd lenni. Fönt úgy látom, hogy sárkányosok vannak. Paplanosok helyesebben. Elérhető közelségben van most már lassan a hegy. Ha esetleg a kamera látja, akkor ott vannak a paplanosok. Szép kis falu, sajnos jönnek pont az autók. És a lényeg az, hogy itt már elkezdődik a hegymenet. Úgyhogy lassan odaértünk a hegylábához. Hát
jó pár kilométer végül is az emelkedő. Petrovszki potok, és tényleg elkezdődött ám az emelkedő. Hát én olyan 14, akár 15%-osra satszolom, úgyhogy haladunk kifelé ám becsülettel. Lépten nyomon meg lehetne állni, filmezni, de hozzáteszem, meg is kell állnom, mert mondjuk itt is van 50 méter, ahol esetleg láthatóvá válik ez a fantasztikus hegy, de utána jön az erdő, onnél nem bírsz filmezni, aztán telik az idő. A kollégám meg már se tudom merre van, már elszökött. Hát itt van ez a menyecske, jókora keblekkel. Hívogat be minket az étterembe, de most nem. Viszont ami sokkal érdekesebb, az ez. De hogy itt valami szörnyű büdös van, nem tudom mi az. Megálltunk ebbe a kis fogadóba. És ebbe az irányba megyünk tovább. Ám ott megyen fönt az út. És hát itt végül is itt kezdődik igazából az emelkedő. Ez lesz az a kb. 1300 méteres magaslat, ahová ki kell mennünk. A Bohinska hágó. Itt erre is megyen út lefelé. Na mindjárt azt még megmutatom. Tehát ez az az út, amit mondtam, hogy itt megyen lefelé. Van itt néhány kacskaringó benne. De végülis ez az út is felmegyen oda. Illetve hát erről az útról is föl lehet kanyarodni. A hágó felé. De azon már voltam, úgyhogy most ez jön. Úgyhogy ülünk a bringákra és irány kifelé. Egész szépen feljöttünk. Panoráma. Snitt. Majd valahol ott bal oldalra megyen föl az út. Ott van a hágó. Hát az autósokat már éppen meg akartam dicsérni a toleráns viselkedésükért, mert tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy 99%-ában megvárja az adott lehetőséget, hogy mikor tud elmenni, nem akarja a füledet levinni. Erre jött egy Vigo csávó autóval, és egy balos kanyarba ledudálta a hajunkat, mert nem tudott úgy menni, ahogy ő szeretett volna. Gratulálok neki ezúton is. Na mondjuk, nem pont ezeket a szavakat használtam, mikor elment mellettünk. Nem tudom majd a kamera mit fog visszaadni belőle. De azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus egy hely. Az összes olasz eljött otthonról. Mindenki itt van. És már látszik a tető. Kicsit ráközelítek. Hát még oda kell kimenni.
Még úgy néz ki, hogy számítások szerint, hogy olyan 300 méter szint a tető. Kicsit recegős az út. Nem nagyon tudom egyenesbe tartani a kamerát. De még az énét megmutatnám, hogy... Hát ott fent. Igen. Lassan kiértünk a tetőre. De azért egy visszapillantást megérdemel. Hát az előbb még onnét mutattam, hogy körülbelül 300 méter a szint. Ott is egy paplanos. Lassan jön a gurulás. Kiértünk a hágóra. Vojinsko Sedlo. 1277 méter. Nem magas hágó, azt kell, hogy mondjam. Átlagosan 10%-os emelkedésű. De van benne azért fűszerezésnek 14-15%. Átértünk ezen a hegyen, és rögtön előtűnik a Júliai Alpok legmagasabb csúcsai, persze felhőbe, meg hát benne van ez a villanyvezeték is, de hát ezzel nem tudok mit kezdeni. Gondoltam, hogy leszereltetem, míg megcsinálom ezt a felvételt, de lehet, hogy hosszadalmasabb lenne. Sajnos eléggé már legurultam, innét már a tavat nem lehet látni. Fent lett volna lehetőség, de villanyoszló, villanyvezeték, minden benne volt. Kerestem az alkalmat egy jobb lehetőséget, de lefelé már erdő van. Hát itt van egy kis faritkítás, hát amennyit lehet innét mutatok meg. Végül is azon a völgyen ott lemegyünk egészen, és jobbra elkanyarodik a völgy, aztán egyenesen a fa mellett ott valahol van a tó, hát innét most látni nem lehet, majd egészen jobbra a völgy mögött, hát amögött az előhegy mögött fogunk majd jobbra menni a Bledi tó felé. Lényeg, hogy megint bejövünk a hegyek közé. Hát bízom benne, hogy valamit lát az a kamera, majd vissza tud adni ebbe az egészből. Én körülbelül másfél órával ezelőtt ezt a hegyet a túloldaláról néztük. És már leértünk. Leértünk a településre. Bystrica, Slovenska Bystrica. Körforgalom véget, fel kell tennem a kamerát.
Slap Savica ki volt írva. Ez azt jelenti, hogy vízesés. Ezt akkor mutatok valamit már a hegyből is. Ott valahol jöttünk át. Itt van egy kemping. És elnézést, az előbb rosszul mondtam, nem Szlovenska, hanem Bohinska Bystrica az, ahova beértünk. Hát eléggé nagy a forgalom, úgyhogy alig merem elővenni a kamerát. Itt van egy kis folyócska mellettünk. Viszont a táj, a látvány az meg megkívánja, hogy kamerázzak. Az autósok persze lehet a hajukat tépik. Hát maximum kopaszon mennek haza. Hát Isten, így jártak. Még egy kis emelkedő is van benne. Jön a busz mögöttem. Annyi az ember, hogy hihetetlen. És hétköznap van. Csütörtök. Ha minden igaz. Itt már Savica. Rögtön itt lesz a tó. És azt néztem, hogy ki volt írva, hogy Slap Savica. 11 kilométerre van. Tehát elméletileg van egy vízesés. Hát nem tudom mekkora vagy hogy milyen. Nem néztem utána, de elérhető területen van, akkor talán megnézzük. A tónak a túl végén van, úgy gondolom, mert a tó már innét nincs messze. És közben persze itt emelkednek a hegyek. Érkezés a tóhoz. És éme a tó.
rendesen langymeleg a víz, úgyhogy hát lehet, hogy egy fürdés kinéz. Gyönyörű hely, hatalmas hegyek. Ott vannak a pisztrángok, ne? Hogy túl sokan nincsenek benne. Bejöttünk egy étterembe, és rendeltünk egy kis kaján. Wiener schnitzel, sőt kumpli, meg egy kis borocska, söröcske. Milyen a kaja? Jó? Fina. Oké. Okay. Fina, szót nem lehet szólni rá. Volt itt egy kis emelkedő. Megmondom őszintén, itt az ebéd után, ami már majdnem vacsorának is beillik, illetve hát nem is lesz vacsora, de úgy húzósnak tűn. Viszont ami én megálltam, az ez a visszatekintés. Jól néz ki nagyon ez a sziklás rész. És hát itt na, pont a diófa kitakar, de közeledünk Bled felé, és akkor előtűnnek újból majd a magasabb hegyek, illetve gyakorlatilag a karavankád. Bohinska Bella, ez a hely végül is. Fölötte a sziklák.
Hát egy kis település. Csak az étterem kedvéért jöttünk ide fel. Gondolván, hogy Bledbe esetleg dupla annyiért fogunk kajálni. De ez is egy kitűnő étterem volt. Tehát egy full rendes. És nagyon kedvesek voltak egyébként a pincérek is. Hú, de zörög, csattog, Istenem, mit csináltak ide? Na. Gasil Kidom. Tűzoltóság. Aránylag nem is volt drága sem. A pincér srác az minden áron tudatni akarta, hogy valamennyit tud magyarul, úgyhogy folyamatosan mondogatta, hogy köszönöm, köszönöm. Hát azt vettem észre, hogy francia, olasz, mi ugye magyarok, meg szlovák, kolléga, tehát lehet, hogy csak a pincér meg a személyzet volt esetleg szlovén. Hú, de jól néz ki ez a kis templom. Igen, jól néz ki. Bohenski Bella és nem sokára beérünk Bledbe, úgyhogy keresni kell megint valami szálláshelyet. Hát ide csináltak egy jó minőségű kerékpárutat, de úgy látom, hogy már vége is van, ki kell mennünk a főútra, úgyhogy el is teszem a kamerát. Megcsináltuk a kört, visszaértünk Bledbe. Még egy panorámakép. Nappal szembe, ott van a szigeten a templom. Állítólag, aki itt házasságot köt, hú, az végleges. Szóval jó, gondolja meg mindenki. Még innét is csinálunk egy felvételt. Hát este 3-4-8 van, és gyakorlatilag megtaláltuk megint a legoptimálisabb kempinghelyet, és kempinget főleg. És ami még a pozitívum, hogy például egy olimpiai úszómedence van ott kint, hát már 4 távot le is úsztam, meg is mutatom egyébként majd, és még egy. 15 eurót kértek fejenként. Itt a mellettünk lévőbe az első nap 42-t fizettünk, tehát 21-et fejenként, úgyhogy hát na, hála jó Istennek. Ja, és akkor mutatnám itt ezt a nagy hatalmas motort, meg ott az új ismerőst, és akkor hát ő is Veszprémből jött, tehát magyar, sőt, mi több, ott is 2 magyar autót is látok, akik szintén Magyarországról jöttek, úgyhogy hát kicsi a világ, erre azt szokták mondani. Na mindegy, megnézzük még egyszer az úszómedencét.